Köszöntöm nézőinket, Önök a Cikádor magazint látják, Lipták Péter vagyok. Lássuk, mi fért mai műsorunkba. Sportosan zárták az évet a bátaszékiek. Megkérdeztük, ki mit kíván az új évre. Oltási akciónapokat szerveznek Bátaszéken. Miért jó bátaszéki középiskolásnak lenni? Sportosan zárták az évet a bátaszékiek. Ugyanis ismét közösségi futást szerveztek, amelyen csaknem 60-an vettek részt. Az emberek 5, de akár 12 kilométert is kocoghattak a hóban. A futásból befolyt összeget jótékony célra fordítják a szervezők. Sokan szeretnek havazásban vagy frissen hullott hóban futni, hiszen ez egy különlegesen megnyugtató élmény, egyedi hangulattal egy olyan tájon, amit viszonylag ritkán lát az ember. Így gondolhatták azt a bátaszékiek is, ugyanis a hideg idő és a csúszós havas telep sem tántorította el a mozogni vágyokat attól, hogy részt vegyenek az immár negyedik éve megrendezett közösségi programon, amit a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Szervezett. Szekszárra szoktam jönni többször, mert család egyik része itt lakik, a szekretár, Jánosék azok rokonaim. Most egy ötfős csapattal jöttem ide. Harmadszor, negyedszer vagyok ezen a futáson, de szeretem a szekszári dombvidéket. A Borvidék félmaraton is szoktam részt venni, sőt már dobogóban is álltunk csapatként. Hát most két kört futottam. Öt barátommal érkeztem Kecskemét mellől, Kerekegyházáról pontosan. Pont itt háttérben jön az egyik barátom, akit hoztam. Nagyon nehéz az extrémebb körülmények közt is, eleve a pálya is egy extrém pálya. És a hó még rátett egy lapát. Érdekes volt, az első kör szűz hóba futottam szinte, mert előttem négyen futottak, azt hiszem. Ötödikként mentem a barátommal, tehát azt menet közben lehagytam. És a második körre már le volt taposva az út, ott kicsit más volt a viszony, kicsit csavargatta az ember bokáját, de érdekes volt. Lejtők is, emelkedők is, fantasztikus élményt adott ez a futás. Az amatőr sportolók a szekszárdi Borvidék egyik szülő birtokán futottak. A résztvevők többsége 5, illetve 6 kilométert kocogott, de a legelszántabbak akár a 12 kilométert is megtehették. A férjem szokott ezen a rendezvényen futni, és most a nagyfiunk is úgy gondolta, hogy eljön, és gondoltuk, hogy bevállalunk egy kört. Nagyon jó volt, élveztük a havat. Csináltuk egy jó embert pihenésképpen. Nagyon örülök, hogy eljöttünk, és hogy közös élményünk volt. Az eseményhez közel 60-an csatlakoztak. Szent Péter szervező azt mondja, a program legfőbb célja az, hogy együtt legyenek, mozogjanak az emberek. A hagyomány már az idejében negyedik alkalommal rendeztünk itt futást. Van, hogy a molyos törzsőhöz futottunk, van, hogy itt a birtokon. Úgy gondoljuk, hogy idejövünk, egy jót koszogunk, beszélgettünk, utána egy kis forradbor vagy must, és jó telik a nap. Hát most a Szeleshát birtokon futottunk, volt lehetőség 5-6-12 km futásra. Keményebbek azok a 12 km választották, akik nem annyira, mint én, de én közben fényképeztem is, meg van egyéb teendő, és én csak 6-ot vállaltam. Van jótékonysági szél, ezt végül is a bátaszéki műfász szervezte, ők adakoznak itt, vagy mi adakoztunk, de ők egy jótékonysági célra ajánlják fel azt a bátaszéki hajléktalanoknak. Új év új terveket hoz. A bátaszéki intézmények és a város vezetője nehéz évre készül, de abbéli reményüket fejezték ki, hogy a járvány okozta problémák idénre megszűnnek. A bátaszéki körzeti óvodában még mindig tilos a belépés. Az elmúlt évben számos rendezvény maradt el, a szülőkkel való kapcsolattartás is szűkebb körűvé vált. Arra vigyázzunk, hogy a gyerekek ne érezzék a feszültséget, amit a járványveszély eredményez, mondja Simon Csabáné. Mi mindenképpen igyekszünk olyan környezetet teremteni számukra, úgy érzelmileg, úgy tényleg a külső környezetet alakítani, hogy ne érezzék. Az igaz, hogy az óvodán kívül nem nagyon tudunk menni a séták kivételével. El kellett hagynunk az ilyen nagyobb kirándulásokat, vagy akár ilyen évvégi megmozdulásokat, viszont helyette próbáljuk az udvarban szervezni ezeket a kis dolgainkat. Szerencsére elég nagy az udvar, el tudunk sétálni akár a focipályára, akár valamelyik játszótérre.
de azért mégiscsak tehát hiányoznak ezek a megszokott kis dolgaink. Én alapvetően derülátó vagyok, és nagyon szeretném már, és tényleg nagyon bízom benne, hogy vissza tudunk térni a régi kerékvágásba, hogy újra kinyithatjuk az óvoda kapuját, a bejárati ajtókat, hogy bejöhetnek végre a szülők, valamint megtarthatjuk azokat a hagyományos rendezvényeinket, amelyeket most már tényleg második alkalommal kellett elhagyni, illetve valamilyen más formában megszervezni, megrendezni. Nagyon hiányoznak a kapcsolatok a családdal, a szülőkkel, a külvilággal, hogy úgy mondjam. Nagyon szeretnénk, hogyha már ennek az időszaknak vége lenne, lehetne legalább a nevelési év végéig, illetve a következő nevelési évet már talán a megszokott módon tudnánk elkezdeni. A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.-ben Csötönyi László ügyvezető arra számít, az idei esztendőben megvalósulnak azok a programok, melyeket a Covid megakadályozott vagy kisebb méretűre zsugarított. Sűrű évre számítok, mondja Csötönyi László. Hogyha a programokra gondolok, illetve a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Életére, akkor mindenféleképpen sok-sok tartalomra, kultúrára. Szeretnénk nyitni mindenféleképpen a populáris dolgok mellett a magasabb kultúra felé. Ezt a tavalyi esztendőben már elkezdtük, és azt gondolom, hogy nagy sikerrel vették az akadályokat, akár a jazz koncertjeink, vagy akár a színházi előadásaink, vagy irodalmi estjeink. Ezeket mindenféleképpen szeretnénk megerősíteni 2022-ben, és természetesen, mint ahogy ezt már csináljuk hosszú évek óta, a skálát színesíteni és bővíteni, éppen azért, hogy a 6500-as lélekszámú Bátaszéken akár minden generáció, illetve életkorú és érdeklődésű ember megtalálja a saját számítását, ha mondjuk a művelődési házra, a tájházra, a turisztikára, a szórakozásra vagy a kultúrára gondol. A Bátkom Kft.-ben a részletes idei tennivaló kidolgozása folyamatban van. Mindez a költségvetés függvénye, mondja Papp Péter igazgató. A teljesen szokványos fenntartásról, üzemeltetéssel tervezünk. A tavalyi évben már előfordult az, hogy csak januárban készítettünk üzleti tervet, az idén is így lesz ez, és a feladatok részletezése nyilván az üzleti terv, és az üzleti terv tulajdonos általi elfogadása után fog megtörténni. A szokványos feladatokat végezzük jelen pillanatban, és ilyenkor január elején és januárban nyilván a téli időjárás függvényében tesszük a dolgainkat. Ha az időjárás engedi, akkor nyilván ugye tudunk egyéb dolgokkal is foglalkozni. Bízunk abban, hogy a tulajdonos döntéséből adódóan ugye egy kis műszaki fejlesztésre sor kerülhet az idei évben, és nagy részt ugye ezt az egészet befolyásolni fogja, illetve a mi életünket mindig befolyásolja ugye az önkormányzati költségvetésből, hogy mit tud a város a közterület fenntartásra, az adott esetben a felújításokra, karbantartásokra fordítani. Azt gondolom, hogy számos területen idén is van még feladatunk a járdák, utak tekintetében, illetve egyéb közterületek tekintetében is, amelyekre nyilván szintén ugye a költségvetés fog megalapozottan választ adni. Alapvetően azt gondolom, hogy a legfontosabbak az intézményeink, a Bátkomhoz delegált intézményeknek a működése, működtetése, és a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása. A legnagyobb feladat az úszoda működtetése, karbantartása és lehetséges fejlesztése, mondja Papp Péter. Emellett kiemelt feladat lesz a város fáinak karbantartása és az elöregedett növények cseréje. Ez a folyamat már tavaly elkezdődött, és idén egészen biztosan folytatódni fog, mert ahogy fogalmazott, hiába a szépség, az emberek biztonsága sokkal fontosabb. Így egészen biztosan kivágásra kerülnek azok a fák, melyek veszélyessé válhatnak. Bozsolik Róbert polgármester úgy értékelte, egy nehéz éven van túl a város. Az idei esztendő egyik fontos feladata lesz a következő évek fejlesztési programjának véglegesítése. Egy rendhagyó évet tudhatunk magunk mögött, mert hiszen a 21-es esztendőben aztán mindennel találkoztunk, amivel talán korábbi működésünk során nem, hiszen veszélyhelyzeti időszak volt. Egy fél évig a képviselőtestület nem működött, költségvetésünket többször kellett átszabni, ami a korábbi években azért nem volt példa. Tehát megküzdöttünk a 2021-es esztendővel.
És hát nem várunk ennél sokkal jobbat 2022-ben sem, hiszen látjuk azt, hogy igen sok feladatunk lesz. Látjuk azt, hogy a költségvetésünk összeállítása nagy feladat és nagy feladatot fog ránk hárítani, hiszen egyrészt a megszorítások, másrészt a költségnövekedések miatt úgy kell majd a költségvetésünket azért összeállítani, hogy az egyensúlyt megtartsuk, és lehetőség szerint mindazokat az értékeket, amelyeket az elmúlt évtizedekben sikerült megteremteni, azokat ne veszítsük el. Készülünk egy új Európai Uniós ciklus forrásainak felhasználására, hiszen a Top Plus pályázatoknak a beadási határideje itt van a nyakunkban, március 31-ig kell benyújtani azt a 6 projekt elképzelést, amelyet a városunkat szeretnénk fejleszteni. Amellett a cselekvési programunk szerint megpróbálnánk mindazokat a feladatokat ütemezetten végrehajtani, amit gondolunk parkolások kialakításában, közlekedésfejlesztésben. És hát vannak a szokásos feladatok, amelyek idén egy kicsit talán több terhet is fognak ránk hárítani. Azt gondolom, szociális téren nagyobb odafigyelésre lesz szükség az emberekre. Igyekszünk ehhez megfelelő forrásokat biztosítani. Szeretnénk odafigyelni a fiataljainkra, hiszen indítunk egy új pályázati lehetőséget az egyetemisták számára. Azért kultúra területén is szeretnénk egy kicsit előrelépni. Lehetőség van, akkor szeretnénk a rendezvényeinket végre megszervezni és megtartani, hiszen az embereknek nagyon nagy szüksége van a találkozásra, arra, hogy kibeszélessék ügyes-bajos gondjaikat, problémáikat, egy kicsit el tudják felejteni a mindennap gondjait. Tehát nagyon szerteágazó feladataink lesznek ebben az esztendőben is. A csapataink harcban állnak, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy 2022-ben is megfelelő módon tudjuk képviselni majd a bátaszékieket. Soron kívül előzetes regisztráció nélkül kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást azok a bátaszéki lakosok, akik még nem vették fel az első, második vagy harmadik vakcinát. Az oltási akciónapokat január első hétvégén tartják a város Kossuth utcai rendelőjében. Oltási akciónapokat hirdetnek Bátaszéken január első hétvégéjére. Dr. Kovács Klára és dr. Kostyál Artúr várja az oltakozni vágyókat a Kossuth utcai rendelőben január 7-én pénteken délután 2 órától este 6 óráig, és január 8-án szombaton délelőtt 10 órától este 6 óráig. Érezhető az ünnepek után is, hogy nagy a betegforgalom. Egyrészt a koronavírusos betegek, lázas betegek érkeznek tesztelésre, vizsgálatra. A már gyógyult betegek karantén feloldását követően érkeznek a táppénzes papírükért, és a szokásos betegforgalom, vérnyomás betegek, hasi panaszok, megtöltik a várót, nálunk jelenleg az udvaron is várakoznak. Ezért én örültem annak a kezdeményezésnek, hogy nem rendelési időben oltunk, hanem egy hétvégi napon, péntek délután, szombaton meghívhatjuk a város lakóit, saját pácienseinket, illetve a mellettünk dolgozó praxisok pácienseit, akikkel egyébként egy praxis közösségben vagyunk, hogy jöjjenek el és vegyék föl az első, második vagy harmadik oltásukat. Úgy látom itt az elmúlt hetek során, hogy elindult újra az első és második oltások iránti érdeklődés, és picit enyhült a harmadik oltások felvétele. Azt gondolom, hogy mivel februártól a védettségi igazolvány már 3 oltáshoz lesz kötött, számíthatunk arra, hogy a hétvégén levő oltási napokon nagy érdeklődés lesz. Meg is rendeltem már erre az oltóanyagot, konkrétan 60 Pfizerrel, 20 Modernával, 40 Sinopharmmal és 2 doboz, tehát 10 adag Janssennel készülünk az oltási napra. Az oltásokat pénteken 2-től 6 óráig, illetve szombaton 10-től este 6 óráig fogjuk beadni. Nagyon fontosnak gondolom, hogy jelezzük, hogy az oltásokra regisztráció és előzetes jelentkezés nélkül lehet jönni. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti lakosokat várják. A doktornő hozzátette, eddig is nagyon fontos volt, hogy védettséget szerezzenek az emberek, de most az Omikron nevű vírusvariáns magyarországi megjelenésével még égetőbb lett a mielőbbi vakcina felvétel.
Azon kívül, hogy hétvégén oltunk, az oltás sürgősségét szeretném, fontossága mellett a sürgősségét is szeretném hangsúlyozni, mert a delta variánsból még ki sem lábaltunk. Tudjuk, hogy itt van az országban az omikron, aminek a terjedő képessége meghaladja az eddigi variációkét. Ezzel kapcsolatban egy nagyon szemléletes orvosi cikket olvastam, ahol úgy fogalmaztak, hogy az eredeti wuhani variáns 100 betegből 200-at egy hónap alatt csinált, a delta variáns 100-ból 200-at 10 nap alatt hozott létre, és az új omikronnál pedig több területen észlelték, hogy 100-ból 200 3 nap alatt jött létre. Tehát arra kell számítani, hogyha egy helységbe, osztályba, családnak a nappaliába egy omikronos tartózkodik, beleköhög, akkor a környezetében levők mind elkapják a vírust. Értem én, hogy valószínűleg enyhébb lefolyású, de a nagy számok alapján a sok enyhe között biztosan elő fog fordulni néhány súlyos eset is, mind ahogy a delta variánsnál is volt a településünkön, illetve az ügyeleti ellátási területén. Az delta variáns kapcsán mi két halálesettel találkoztunk, mind a kettő mélységesen megráz bennünket. Törekedjünk maximális oltottságra, azért, hogy minél kevésbé kelljen korlátozni a találkozásainkat, hogy találkozhassunk egymással, és életünk hasonlítson a vírus előtti időszakba zajló élethez, munkához, szórakozáshoz. A maximális oltottságot én egyénre nézve is értem, tehát legyen bennünk 3 oltás, és a társadalmi felelősség részére nézve is, hogy biztassuk a körülöttünk levő embereket, hogy ők is vegyék fel az oltást, mert az átoltottsággal tudjuk megakadályozni a vírus terjedését, így érünk majd a járvány végére. Aki tehát még nem vette fel az első, második vagy harmadik oltást, az megteheti január 7-én és 8-án előzetes regisztráció nélkül Bátaszéken, a Kossuth Lajos utcai rendelőben. A II. Géza gimnázium olyan, mint maga a város. Nyugodt, barátságos, családias és lehetőségekkel teli, mondta az egyik volt diák. A bátaszéki középiskoláról beszélgettünk olyan emberekkel, akiknek közük volt, van és lesz a gimnáziumhoz és Bátaszékvároshoz. Bár most üresek a folyosók és a tantermek, nem ez a jellemző a bátaszéki II. Géza gimnáziumra. Beszélgettünk diákkal, volt diákkal, olyan volt diákkal, aki azóta a tanári kar tagja, hogy mit adott és mit adhat nekik a gimnázium és a város. Igen, én ide jártam, és pozitív tapasztalataim voltak, utána pedig ide is jöttem vissza, hál' Istennek volt lehetőségem, és igazgató úr hívott is. Miért jó ide járni? Azért jó ide járni, mert ez egy kis iskola. Bár a létszámunk az elmúlt években gyarapodik, 200-ról most már 250-en vagyunk, és azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van annak a tudatos marketing tevékenységnek, amit mi folytatunk. Tehát az elmúlt néhány évben igyekszünk minden iskolába eljutni, minden általános iskolába eljutni, ami itt a környékünkön elérhető, és hirdetjük azt, hogy a mi iskolánk más, mint a többi gimnázium, amit el tudnak érni, ugyanis a méretekben nekünk óriási előnyünk van. Mi kis iskola vagyunk, és mindenkire oda tudunk figyelni. Tehát oda tudunk figyelni azokra a gyerekekre, akik kitűnők, jelesek, főiskolákra, egyetemekre szeretnének tanulni, és oda tudunk figyelni azokra a diákokra is, akik gyengébbek. De minket választottak, és azért választottak minket, mert megbíznak bennünk. Mi nem csak a kitűnőket, jeleseket, jókat vesszük fel, hanem fölvesszük azokat a diákokat is, akik lehet, hogy gyengébben teljesítettek az általános iskolába. De azt mondjuk nekik, hogy ha látjuk bennetek az akaratot, látjuk azt, hogy igenis szeretnél valamit elérni az életbe, akkor mi oda megyünk és segítünk neki abban, hogy megszerezze az érettségi vizsgát. Ugyanis nagyon sok szakmához érettségi vizsga kell. Szorgalmazzuk azt, hogy a gyerekek előrehozott érettségit tegyenek, amiből lehet.
Hát lehet informatikából, lehet nyelvekből. Na most tapasztalat szerint 10. osztályban, és ez is egy érdekes dolog, 10. osztályban leérettségiznek diákjaink informatikából. Én 10. osztályfőnök vagyok, 29-en járnak az osztályomban, 27-en jelentkeztek előrehozott érettségére, bizony. Tehát nálunk nagyon sok előrehozott érettségi van, és 11-ben pedig leérettségiznek egy idegen nyelvből. Van, aki már 2-ből is. És ha megvan egy középszintű érettségi a nyelvből, akkor 12-ben már gondolkodhat, akkor tesz egy emelt szintű. És az emelt szintű érettségivel lehet nyelvvizsgát szerezni. És mi ebben nagyon-nagyon támogatjuk a gyerekeket, sőt szorgalmazzuk azt, hogy 12-ben már csak 3 tantárgyból menjen érettségizni. Magyarból, történelemből, matematikából. És ezt ebben szerintem mi egyedülállóak vagyunk. Az iskola egyik fő profilja a nyelvoktatás. Nálunk a diákok túlnyomó többsége nyelvvizsgával hagyja el az intézmény falait. Ez azért a nagyiskolákban sincs így. És a másik dolog pedig, hogy nálunk úgy szereznek nyelvvizsgát, hogy a tanórákon kapják meg a támogatást. Nem kell nyelviskolába járjanak a gyerekek. Az iskola falai közül a 12-esek úgy kerülnek, hogy már van nyelvvizsgájuk. Óriási előny ez, és nem kellett nekik nyelviskolába járni, de ha ne adj Isten, mégis erre kerül a sor, itt a gimnáziumban járhat nyelviskolában. Mert van nekünk egy szerződésünk egy bajai nyelviskolával, és a mi tanáraink tartják ezeket a nyelvtanfolyamokat. Nagyon szeretek ide járni, mert maga az épület egy modern épület, a környezet nagyon nyugodt és szép, és azért is szeretek ide járni, mert a hangulat nagyon családias, tehát majdnem mindenki ismer szerintem mindenkit. Valószínűleg nyelvekkel fogok tovább tanulni, némettel, vagy angollal, vagy esetleg mindkettővel. Nem tudom, vagy idegenvezető, vagy tolmács, így ezek jöhetnek szóba szerintem. Nagyon sok lehetőséget kínál ez a kisváros a fiataloknak. Így gondolja ezt Bozsulik Dávid is, aki 2015-ben érettségizett a bátaszéki II. Géza gimnáziumban, és azóta már mint végzett jogász ült le velünk beszélgetni. A gimnáziumot én 2009-ben kezdtem itt Bátaszéken, ugye egy 6-osztályos gimnáziumban jöttem át. Azt lehet mondani, hogy a gimnázium ugye egy kis létszámú gimnázium. Ennek köszönhetően az egész légkör egy nagyon családias volt, és a tanárokkal is egy olyan közvetlen viszont sikerült kialakítani, ami egy nagyobb létszámú gimnáziumban szerintem nem valósulhat meg. Úgy gondolom, hogy ez a kis létszám miatt lehetőség van a tanároknak, illetve a diákoknak is egy olyan viszonyt kialakítani, amelyből nagyon jól kitűnik az, hogy ki miben erős, miben gyenge, illetve és akkor ennek, tehát vagyis hát ezzel tudnak ők egy olyan tanítási struktúrát felállítani az egyes diákokkal szemben, ami nyilván az ő fejlődésüket csak előre visz. Én mindig is humán beállítottságú voltam, tehát nekem a reál tárgyak azok mindig a gyengén voltak. Ugye édesapám is jogászként végzett, és nekem nagyon megtetszett ez a szakma, vagy ez a hivatás, inkább úgy mondanám. És nyilván a gimben én nagyon sok segítséget kaptam ahhoz, hogy ide el tudjak jutni. Ez nekem már körvonalazódott 10. évfolyam környékén, hogy én ezt szeretném csinálni, és akkor nyilván a fakultációkat, illetve a nyelvvizsgákat is ennek a fényében választottam és csináltam. Leérettségiztem 2015-ben, és utána felvételiztem Szegedre az Állami Jogtudományi Karra, amit idén decemberben sikerült befejezni, így már jogászként ülhetek itt, és jöhetek vissza a gimnáziumban. Nem csak az iskolának, a városnak is nagy szerepe van abban, hogy ide visszavágynak az emberek. Én úgy gondolom, hogy Bátaszék egy olyan hely, ahol ha az ember akarja, akkor megtalálja a számításait. Tehát itt aztán végképp minden megvan, amire egy embernek szüksége van. Gondoljunk csak itt akár az iskolától, tehát most megnézzük, akkor bölcsödétől gimnáziumig minden adott. Mindenképp a szakmai tudást szeretném valamilyen szinten kamatoztatni, amit én az elmúlt 5 évben, vagy a gimnáziumot számítjuk, akkor 11 évben én kaptam Bátaszéktől, és ezt nyilván szeretném azért visszaadni, illetve próbálni segíteni az alattunk lévő generációknak is ebben, hogy ők olyan irányba tanuljanak tovább, olyan szakmát és pályát válasszanak maguknak, amit ők szeretnének. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!